Sziasztok, Kriszti vagyok, és ez itt a Lidudent csatornája. Nemrég volt nálunk egy anyáknapi nyereményjáték, aminek a nyertese megnyerhetett egy kappos sminket, egy szép kis sminkelést, és ennek a nyereményjátéknak a nyertese Ági lett, aki pedig ki fogja sminkelni, Eszter. Engem az érdekelne, hogy mit szóltál, mikor te megnyerted, mert ugye te nem is tudtad, hogy te belettél erre a nyereményjátékra nevezve. A kisfiam nevezett be erre a dologra, és meglepődtem nagyon, amikor kaptam egy SMS tőled, vagyis egy üzenetet, és nagyon örültem, és izgatottan vártuk ezt az egészet, és örülök, hogy itt lehetünk, szépre festve. Igen, és a Eszter, aki a kapnak a sminkese, ő fogja elkészíteni a sminket, kap cuccokat használva. Munkám során nagyon sokszor találkozom érettbőr típussal, ugyanis esküvőkön örömanyákat nagyon sokszor szoktam sminkelni. Ágival egyébként egyeztettünk sminkelés előtt, hogy mi az, amit ő szeret, és ez egy nagyon fontos szabály. Azt mondta, hogy nyugodtan kerülhet bármi, imádja a tusvonalat, imádja, ha rózsaszín a szája. Ó, akkor ami a csövön kifér. Úgyhogy ami Áginál, ami a csövön kifér, mindent megpróbálunk. Ági, kérlek a szemüvegedet, azt vedd le. Ennél a bőrtípusnál nagyon fontos a hidratálás, ugyanis a bőrük már nagyon száraz, dehidratált. Valamint a primer használata elengedhetetlen, mert ez feltölti a pici ráncokat, kicsit ilyen teltebb hatást ad az arcnak, és nagyon szépen fog rajta dolgozni az alapozó. Valamint az alapozóval nem szabad túlzásba esnünk, például egy ilyen nagyon tömény, nagyon nagy fedésű alapozót nem szabad használnunk, mindenképpen maradjunk valami finom, kellemes kis alapozónál. Valamint ami még fontos lehet, hogy nem használunk már annyira nagy fényeket, tehát egy ilyen csillámot azt mondjuk teljesen elfelejtjük, a szatén az már az egyéntől függ, hogy vele fér-e neki vagy sem, úgyhogy inkább a matt vonalat próbáljuk meg náluk képviselni. Első körben áttörlöm az arcát egy lemosóval, ami egy picit még hidratál is neki. Ezután egy olyan permetet fogok használni, ami vízmegkötő hatásának köszönhetően elképesztően gyorsan fel fogja tölteni az ő arcát. Fantasztikusan hidratál. Ne jegyd meg. Jó, ezzel egy picit várunk, amíg megszárad. Mondta ugye Eszter, hogy említette, hogy az örömanyák nem nagyon szeretnek sminkelni, meg hogy idősebb hölgyek szeretik kerülni. Neked mi a sminkhez való viszonyod? Imádom. Tehát én nagyon szeretek sminkelni, tehát én a hétköznapok, tehát hogyha nem kell otthonról elmennem, akkor is egy kis könnyű sminket otthonra is fölteszek, tehát magamnak. Tehát én boltba sem megyek el, tehát én munkahelyre mindenhova használom a sminket. Második lépésként ugye egy primert fogok nála használni, ez szépen fel fogja tölteni a kis mimikai ráncokat, valamint egy teltebb hatást fog adni az arcbőrének. A primert azért is érdemes használni, mert tartósabb tőle a smink. Mi van most a kezedben? Most ugye a szemhéj primer. Ennek van már egy pici fénye is, ami egyébként, hogyha nem is használnánk szemhéjfestéket az arcán, akkor is gyönyörűen már fényt adna a szemhéjának. Szépen kiegyenlíti a felületet. Érettbőrnél érdemes fölhúzni ugye magát itt a szemhéj részt, a szemöldök fölött egy picit meghúzni, mert akkor fog szépen kiegyenlítődni a bőr, és így tudjuk egyenletesen fölvinni magát ezt a primert. Én szoktam ide arúra is tenni. Tuti, ami tuti, nem mozdul el az alsó szemhéjon használt por sem. Ugye Ágival egyeztettünk, hogy neki jöhet egy bátrabb smink, úgyhogy egy picit azért füstösíteni fogok az ő szemén. Első lépésként a szemöldök alatti részt egy matt bőrszínnel megfestem. Most Áginak egy gyönyörű szép barna árnyalatot választottam. Reméljük tetszeni fog neki, ha meglátja a végeredményt. Időseknél én már annyira színeket úgy nem használnék, tehát inkább megmaradnék a pasztelszíneknél, vagy az egy ilyen földszínes barna árnyalatoknál, vagy vaníliánál, bézsnél. Egyén függő, tehát ha most Ági azt mondaná nekem, hogy ő ragaszkodik a kékhez, hát akkor Ági, megkapod, de én nem feltétlenül használnám egyébként. És akkor, amikor felrakod a szemfestéket, akkor is felhúzod itt a szemöldöknél. Igen, felhúzom itt a szemöldöknél, valamint megkérem, hogy nyissa ki a szemét, mert itt fog igazán látszódni, hogy neki hova esik az a leesett rész, értem. Mert hogy oda kell fölvinnünk a festéket, mert ha becsukja, akkor egyébként, tehát még itt nem voltam elég bátor, mert azt hittem csukott szemmel, hogy ott már vége lesz neki, ott a szemhéj, mozgó szemhéj résznek, de nem, nyugodtan csukhatod,
lehetek bátor és mehetek föntebb nála. Most ugye elsatírozom itt a mélyítőben ezt a színt neki. Gyönyörű árnyékot készítünk. Most ide kintre neki rakok egy kis feketét, mert ugye megbeszéltük, hogy ő igen, az ugye egy fokkal merészebb, mint az átlag, amiről igen. beszéltünk. Nem, majd nekem ez nagyon tetszik, ez a vonal. Ezzel a szemével Áginak lassan meg is volnék. Természetesen a végén még egy tusvonallal ki fogom neki egészíteni. Az alsó szemhéját is befejezem, aztán elkészítem a másik oldalt. Látom, befejezted a másik szemet is. Igen, és lehet, hogy feltűnt, hogy ugye először a szemével kezdtem, és nem az alapozással. Igen, akartam is kérdezni. Ez azért, mert ugye most hát látszik, ugye, hogy lepergett ide a szín. Ez azért jó, mert ha még nincs fent az alapozó, egy tiszta vattakoronggal fogom, és kitisztítom neki. Így egy tiszta felületre fog felkerülni az alapozó. Említsük már meg, hogy ez egy magyar termék. Így van, ugye a Kella Puder, rövidítése a KAP. Ez egy luxusmárka, szinte mindenki számára elérhető, baromi jó termékei vannak, nagyon figyelünk a tudatosságra, tehát nem tesztelünk állatokon például, vagy most bejön majd egy olyan ökotáskánk, aminek segítségével megelőzzük azt is, hogy minél több személy gyűjjön össze ugye otthon. Tehát ilyenekre próbálunk odafigyelni. Említettem, hogy érett bőrnél kerüljük inkább a tartós vízálló tömény alapozókat. Most egy folyékony alapozót fogok használni, ami egy viszonylag könnyed termék, de lehet építeni. Van benne egy ilyen minimális fény, amivel egyébként meg nagyon szépen fog játszani az arcbőrön. Duplán izgalmas lesz egyébként, mivel hogy te nem látod, hogy hogy nézel ki, hogy alakulsz, és hogy majd csak utána látod meg, plusz a fiad is várja a végeredményt, hogy mi történt, hogy anyukából még bombább anyukát csináljanak. Igen, izgatottan várom is. Most jön a korrektor? Most jön egy korrektor, fölfelé kellene nézned. Nagyon-nagyon vékonyan fogom neki fölvinni, mert beülhet ide a pici szem körüli láncokba. Van arra valami technika, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, hogy az ujjal, ecsettel? A korrektornak a textúrája. Ez a korrektor, amit most használunk, ez egy baromi jó fedésű korrektor. Nagyon-nagyon minimális mennyiség kell belőle, mert tényleg viszonyat fedése van. Következő lépésként kontúrozni fogom egy picit Áginak az arcát. Egy nagyon fantasztikus kontúrecsetet választottam hozzá, ugye finoman ki van alakítva neki a kontúrozáshoz alkalmas rész, tehát a testével dolgozom. És akkor a rózsaszín, ami ugye Áginak a kérése volt. Igen, egyeztettünk ugye Ágival, hogy nyugodtan jöhet neki rózsaszín, és nem is kell annyira finomkodnom. Ugye ezt egy finom kis tapogató mozdulattal viszem föl neki, egy pirosító, feldére vágott pirosító ecsetnek a segítségével. Ha ilyen kis tapogató mozdulattal viszem föl, nagyon szépen vissza fogja adni a saját színét, nem fog veszíteni. Most jön ugye a tusvonal, amit Ági, te kifejezetten kértél. Te azt minden nap felkened magadnak? Igen, és otthon is, magamnak is. Ugye tusvonal húzásánál, hogyha maguknak csinálják az emberek, sokszor használják azt a technikát, hogy így kihúzzák maguknak így oldalra. Na, én is ezt csinálom. Na most ezzel azt fogod elérni, hogy valószínűleg le fog esni a tusvonal. Ami mondjuk, Ági is bólogat, igen, tapasztalatból. Ami mondjuk egy idősebb hölgynél meg azért sem előnyös, mert még jobban szomorítja a tekintetét, amivel még idősebbnek tűnik majd. Érdemes tusvonalnál inkább fölfelé húzni a szemet ismét, valamint nagyon kell figyelnünk arra, hogy az alsó szemhéjunknak a vonalát kövessük, ami azt jelenti, hogy itt ugye, ahogy jön itt neki ez a vonal, ide fölfelé követjük, ezzel emeljük és hátrafelé húzzuk egy kicsit a tekintetét. Ez a tusvonalhoz most egyébként egy trükköt használtam. Van ugye az arcpermetünk, amit az arcnak a felkészítéséhez használtam a sminkünk elején.
és ezt az arcpermetet keverem egy fekete letapasztott púderünkkel. Aha. Tehát kinyomtam ide ebből a kis tégelybe egy kis arcpermetet, fölvettem a feldercsetre, majd belemártottam a feketébe. És ezzel egy ilyen krémes állagú fekete. Ez tök jó trükk. Igen. A szemével ugye nagyjából elkészültünk, egy dolog hiányzik, ez ugye a szempilla spirál. Ugye te szemüveget hordasz, és most is csak azért vetted le, hogy ki tudjanak téged sminkelni. Amikor magadat sminkeled, akkor azt hogy oldod meg a szemüveggel, hogy ez ugye nehéz kérdés szokott lenni, hogy igen, neked mi a technikád erre? Beszereztem egy pár ötszörösére nagyító tükröt, úgyhogy ez a titok. Ja, értem. Jó. Én mindig alul vastagon szoktam tussal kihúzni a szememet. Igen, az a és most nekem ez egy nagyon nagy újdonság lesz, hogy most nem lesz alul egy kontúr, hanem... Hiányolod? Még nem tudom. Nem tudom, de majd a végén kiderül. Próbálok kompenzálni egy kicsit, hát ha... Hogyan? Hogy lehet kompenzálni egy tusvonalat? Ugye, hát Ági ugye nagyon vastag tusvonalat használ ide alulra. Aha. Na most én ezt helyettesíteni fogom a vízvonalában egy fekete vonallal, és hát ha tudok neki valami olyat mutatni, amit majd megszeret, és aztán alkalmazni fogja. Ezzel egyébként még jobban világít a szeme. De tényleg, igen. Tehát kiemeli neki a tekintetét. Mert nagyon durva, hogy pár ecsetvonás és ennyire látványosan. Ez egyébként az egyik kedvenc szűkköm. Az utolsó lépésünk igazából a rúzs. Egy rózsaszín árnyalatot fogok használni, mert Ágival egyeztettünk, hogy imádja. Egy rózsaszín ceruzát fogok neki fölvinni, amit nem csak kontúrozásra fogok használni, hanem az egész ajkát be fogom satírozni. Oh. Ugye ezzel tartósítjuk a rúst igazából. Plusz ez egy olyan termékünk, ami levakarhatatlan, baromi tartós. Azt ugye mondtad az elején, hogy a csillámokat kerülve inkább mattos vonal áll jól az érettebb nőknek, viszont a rúzsnál lehet játszani egy kis csillogással, villogással, vagy oda se ajánlod? Összeesik már ilyenkorban a száj, tehát veszít a teltségéből, és szerintem ezért nem szeretik annyira a nők, hogyha színeket használnak. Mert az kiemeli jobban? Mert hogy tehát ott egy vékony száj van, most fölrakunk rá egy szint, úgy nem annyira mutat. Egyébként az Ági szerencsés, tehát neki baromi telt ajkai vannak, gyönyörűen mutat rajta ez a szín. Áginak, mivel egy nagyon extrém alkat, tehát a haja is nyugodtan megengedi akár egy vörös rúzsnak a használatát. Igen, tehát az Ági olyan szempontból egy nagyon jó alany, hogy rajta bármit meg tudtunk volna csinálni, tehát a szemét is brutálisan kiemelhettük volna még ettől is jobban, a szájára is nyugodtan használhattunk volna egy gyönyörű vörös rúzs, tehát ő egy nagyon extrém karakter. És akkor ezzel meg is volnánk. A szemöldökével most Áginak nem foglalkoznék, mert frissen lett tetoválva, úgyhogy nem bántanám. De egyébként a sminkje az elkészült. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog hozzászólni. Hát én is most már nagyon várom, úgyhogy akkor szerintem nézzük is meg. Sok. Ó. Nagyon jó. Hát igen, ez másabb. Igen, szokatlan, de jó. Más lett. Elég rózsaszín a... Igen, kedvemre való. Kedvemre való. Köszönöm szépen, egy élmény volt. Ági látta már a végeredményt, neki nagyon tetszett, viszont mivel a fiad nevezett be téged, ezért a minimum, hogy őt is meglepjük, és hát kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni én hozzá. Én is nagyon. Úgyhogy akkor Marci jöjjön és nézze meg. Nézze meg inkább. Na, milyen lett? Jó lett. Hát fiútól ilyet necces kérdezni, de látsz bármiféle változást? Hát a rúzsa, az kicsit szolidabb, mint szokott lenni. Igen. Meg a szeme kicsit füstösebb talán. Egy... Jó szavakat használsz, jó? De jó lett amúgy, tényleg jó lett. Szuper, örülünk, hogy neked is tetszik, és tök menő, hogy beírattad anyukádat. Hát ez a minimum, anyák napi ajándék volt. A Marcinak köszönhetően elkészült Áginak a anyák napi nyereménysminkje, amit Eszter készítette, úgyhogy én mindenkinek köszönöm, hogy itt voltatok, szerintem szuper lett a végeredmény, remélem nektek is tetszett. Ha ti pedig szeretnétek még hasonló videókat látni, iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.